Shalom anachu korim mitoch Talmud 10 hasfirot. Tehát jó reggelt mindenkinek, a 10 szfira tanulmányából olvasunk, a 6. kötetből, a 16-os részből, mondják az Héber oldalszámot, a belső fény, 56-os pont. Kérdéseket küldenek a TV-n keresztül, a kiválasztott kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Tehát 56-os pont, Ari szavai felül. Az alsó hat része az Asziának a hely, ahol most az első hat része van a Jecirának, és az első négy része az Asziának, az pedig a Bria világának az első négy része van, és az utolsó hat része a Jecirának, a helye annak, ahol a Bria első hat része van most, és az első négy része a Jecirának, a helye annak a Nukva de Zerampin de Acilut van most. És most már tudjuk, hogy ő csak az utolsó négy részét foglalja el a Zerampinnak, nevezetesen a Netzach, Hod, Yesod de Malkut, és ezek ellentétesen állnak egymással, ezért ezt Daletnek nevezzük, mivel ez az a hely, ahol a felül említett szfírák képesek ahor-ahor állapotban létezni. 56 alul belső fény. Az alsó hat része az Asziának, amely a helye az első hat része a Jecirának most, és az emberek emlékeznie kell arra, amit Ari írt felül, hogy csak a zon az, amelyik az imában meg tud születni, semmi más, és a Rosh de Bria, az a Bedde Nukva de Zerampin de Acilutban születik meg. És a szabály az, hogy minden egyes parcuf, az, ami kiárad, az a saját felső szintjéből árad ki, és láthatjuk, hogy a világok pillanatnyi állapotának megfelelően a Zerampin csak a Vak állapotában van, a Nukva pedig a Nekuda egy pont az állandó állapot szempontjából, és ebben az állapotban lehetetlen a Rosh de Bria, az, hogy a Rosh de Bria az a Bedde Nukva de Acilutba kilépjen, és ez azért van így, mert amikor ez megnyilvánul, akkor nincs még parcuf. Tehát hogyan lehetséges az, hogy egy második parcuf emelkedjen ki ez alatt? A szabály pedig az, hogy a parcuf nem tudja az alsó parcufot felemelni, mielőtt nem jelenik meg a nesem állapota abban. Kérdés erről, magyarok? A nesama állapota az nem szükségszerűen egy valódi lélek. Nem. A nesama itt más jelentést tartalmaz, magyar. A nesama szintet ad, ami a szűrőnek a szintje, a parcufon belül. Tehát mi a nagy? A nagy az mindenképpen az a nefesua, az a kicsi, az a Ádám. A nesama az pedig egy nagyon magasrendű állapot, az edényen belül, amely fel van készülve arra, hogy előbb-utóbb megértse mindent, tehát kitölti a haszadim fény, és akkor független már, és készen áll arra, hogy megszülessen, és még több edényt szerezzen meg, és ezáltal ellássa az alsót, ezért hívjuk őt nesemának. Megállt az internet. Tehát ez azt jelenti, hogy van a nesemának a fény, és a nesemának az edénye. Tehát a nesemának az edénye, az az általános edényt jelenti, amely az adakozás érdekében megnyilvánul. A nesemának a fénye pedig egy szint, amelyet a vaskosságomon keresztül érek el, egy szint, ami a binának a szintje, a gimelnek az aviútja, vaskossága. És ilyen módon tudunk a nesama szintjére felemelkedni. Tehát ez a léleknek egy szintje. Tehát, hogyha van a nefes, akkor
Ez az általános neve az edénynek, a nesemának a szintje az, amelyiket igazából el tudjuk érni. Tehát ezt akkor már tikunig mindenki eléri, tehát ezért mondjuk azt, hogy neve soha nesema, ebben a sorrendben, ugye ezt állandóan erről tanulunk, ugye ezeket állandó előre meg lehet szerezni, a többi ez fölle hullámzik bennünk. Tehát a nesema az a teljes belsősége annak, amit el tudunk érni. Ennél nagyobb belsőségi erőt nem tudjunk elérni. Ez az élet az emberben. Tehát, röviden, mi arról tanulunk, hogy a világok a Hazed Yetzirah felett hogyan alakulnak ki. Az első Ádám hogyan van megteremtve, amikor ő megszületett, akkor mi történt? Ari pedig kifejti ezt, amikor elmagyarázza a bia világainak a felemelkedését a kezdetekben, hogy és ezzel megtanít bennünket arra, hogy a világok azok nem ugyanabban a helyzetben vannak, amilyenben most a Zeranpin, tehát a Zeranpin vakállapotában van, a Nukva pedig egy pont állapotában van, a Zeranpin pedig bele volt foglaltatva az abába, a bűn előtt magyarak, ez pedig a Behina Mohinde Haya állapota volt, a Nukva pedig az az imába volt befoglaltatva, amely a Mohinde Neshama, és ilyen módon a Nukva a teljes egészében a Yetzira világába válik, igen, tehát a Nukva egy ahab mondjára, és nyilvánvalóan az kell az ágát venni, elhívom a felülről, tehát az alsónak a gágátai a felső ahapjához kapcsolódik. Tehát a fentében megértetjük, hogy a három világ, a bia világai hogyan helyezkednek el, és ismert, hogy amikor az alsó, a takton felemeli a saját felsőjét, akkor pontosan a felsőnek a szintjét éri el. És ebből következik, hogy a nukva, amely felemelkedik az imá pontjához, teljes egészében az imává válik, azaz, hogy az imából árad ki, tehát ez úgy tekinthető, hogy ami az imából árad ki, ez pedig az Zeranpinnak tekinthető, ez pedig azért van így, mert csak a Zeranpin állapota az, amelyik az imából ki tud választódni egyáltalán. Tehát a nukva mondja, amely ott van, az a Zeranpinnak a szintjére is képes emelkedni, ezért. Ezért a 10 firája Briának, az a Zeranpin helyén kell legyen, mivel amikor a nukva az az ima állapotában van, akkor a bria, amely kiárad ebből, az a Zeranpin szintjén kell, hogy megjelenjen. És mivel a bria világa az a Zeranpin szintjén nyilvánul meg, az első 4 szférája a Yetzirának, az úgy tekinthető, mint a Nukva de Zeranpinnek a szintje, amely ráöltözik a Zeranpinra a hazétól lefele, az ő hazéjétől lefele, melkasától lefele, mivel a bria az a Zeranpin szintjét nyilvánítja meg, a neca, a kiárasztotja a Zeranpinnak, az pedig mindig a nukvának, tehát a Zeranpinból árad ki mindig a nukva, és bár a nukva az ahor állapotában van, hát-hát állapotában, a Zeranpintól, a Zeranpinhoz, a hazétól lefele. Azért, mert ő megszerzési edény, a másik pedig adakozó. Tehát ahhoz, hogy ők panim-panim arc-arc állapotba kerüljenek, azonos állapotra, szintre, az általános állapota a világoknak, ahhoz ahor állapotban kell előtte lennie, mielőtt Ádám Harison meg lett teremtve, ahogy ismert, a zon önmagában, amikor felemelkedik az abave imához, az még mindig az ahor de ahor állapotában van, ennek megfelelően, mivel a Zeranpin felemelkedik az abához, az atyához, amelyet a felső abave imának neveznek, a nukva pedig kizárólag csak az ima szintjéig emelkedik fel, amelyet Jesszutnak nevezünk, és ebből következik, hogy a nukva az kizárólag a Hazed de Zeranpintól lefele tud ráöltözni, és ugyanezen a módon a halbasá, a ráöltözés, a Jeszutnál a felső imára így történik meg, és a felső zón, az kizárólag a házétól lefele való állapotban van, a hordehor állapotában, így,
ha bár a Yetzira világa az, meg a, az a Nukva de Zerampin állapotát kapja meg, mivel ő a Bria világából árad ki, amely a Zerampin állapota, behinája, mégis ő csak az első szintjét kapja meg a Nukvának, azaz a Behina de Haze de Zerampin Ahorda állapotában van a mellkastól lefele, és ebből az okból kifolyólag az első négy része Jecirának, ez a Dalet de Rishonot, az a Nukva de Zerampin szintjén van, és az alsó hat része Jecirának pedig az a Bria világainak a szintjén, azaz a Parsza de Acilut alatt. És ez azért van így, mert a Nukva de Zerampin állapota az kizárólag ahol négy szinten tud a Hazétól lefelé összekapcsolódni a Zerampinnak, az összes többi szféra pedig a Bria világához tartozik. Tehát igen, tehát a négy, ez a négy szférája a Jecirának, a Briában van kérdés, Benzi. Mi a Nukva az Zerampin szintjén? Ez mit jelent? Egy nő, aki olyan, mint a férfi? Rav. A szintről beszélünk. A szint nem tartozik az, hogy nő vagy férfi. A szint a szint. Magasság. Mennyire van közel az Istenhez. Tehát, ugye egy nő is lehet miniszterelnök. Na, de ez törés, nem? Érdekes arc kifejezése volt Ravna. Tehát először a szint nem jelenti azt, hogy átveszi a helyét. Tehát az, hogy ő maga önmagában növekszik, elér egy szintet, felnő egy szintet, ennyivel az alsó felemelkedik. A felső nagyon akar lenni, mint ő. Ez nem azt jelenti, hogy a felsőnek a helyére ül. Tehát mivel a felső az ilyen, ezért nyilván saját természetesen megfelelően viselkedik, és az alsó fel akar nőni a felsőhöz, és ahhoz pedig egy szűrőt kell magára fejlesztenie, hogy ő is növekedni tudjon a szűrő által. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a Nukva az Zerampin helyén áll. Nem azt jelenti, hogy átveszi a Zerampin szerepét. Én nem látok ebbe törést, a spiritualitás törvénynek megfelelően, nem törés. Tehát miért lehetne két hatalmas erői fény ebben a két parcukban? Miért létezhetnének ők egy szinten? Tehát itt ugye az ekvalitásról beszél, az egyenlőségről, hogy a férfi és a nő kiegészítik ki egymást egy nagyon magasztos spirituális szinten. Miért lenne ez törés? Oké, de mi jelentése, hogy a nő azonosá válik a férfivel? Nem tudjuk, hogy mit jelent. A Nukva olyan lesz, mint az Zerampin. A Nukva az Zerampin szintjén van. Igen, és akkor mi a baj? És? Tehát ahogy a Zerampin, tehát hogyha a Zerampin ruhakot kap, akkor ő is képes ruhakot kapni. Oké, na de mi az, amit megváltozik? Egy új edény tud magához kapcsolni, az edénynek egy új minőségét kezd el érzékelni. Tehát a teremtő megismerését és a teremtővel való hasonlóságot más szinten éri meg, amikor a Zerampin szintjének kerül a Nukva. A Zerampin mondja rá, annak a tudása, hogy milyen mennyiségű erő van, eszköz van, amit a Nukva meg tud szerezni azért, hogy a saját helyéről föltől emelkedne. A Zerampin önmagában mondja, az nem a teremtés, a Nukva teremtés, ezt azért látni kell, a Zerampin az egy szintje, majd a teremtés edényei felemelkednek. Tehát ezért a Zerampinon keresztül a Nukva ki tudja fejezni azt, hogy hogyan tud a teremtő formalizésre kerülni a teremtővel. Tehát nyilvánvalóan az Zerampin az a Kadosh Baruch Hu, a szentség maga. Tehát oké, na de akkor itt nincs lényeg és változás ebben a karakterben, akkor a Nukvában, hogy kiegyenlítődik az Zerampinnal. Nem értelek téged, magyarabb. Tehát ez nem azt jelenti, hogy olyan vagy, mint az Zerampin. Nem, de mit jelent az? Miben fejeződik ez ki, hogy ő elérte ezt, hogy az Zerampin szintjén van? Miben? Mi változik meg benne? Mit tud tenni, amit nem tud tenni előtte? Mi ez? Mit jelent ez? Nem tudom. Mi van, mi a hadseregben vagyunk? Hát gondold végig. Én nem beszélünk, hogy te katona voltál, még muskával is mászkáltál, mondjam. Katona voltál? És kaptál valamilyen rangot? Nem igazán, mondja Benzi.
Túlságosan fegyelmezetlen voltam, ehhez mondja Benzi. Oké, tehát akkor te, de mondjuk tétezzél fel, te mondjuk egy szinten, egy rangot kapnál, mondjuk tisz vagy. Akkor mi változik meg rajtad? Hát mi az, ami megváltozik benned? Hát pontosan a kérdés. Oké, tehát akkor ez a kérdés. Tehát te kaptál kiegészítő hatalmat, tudást, tudod-e jobban, hogy mit kell tenned? Igen, tudom. Ez jár a rendfokozattal. Tehát te az összes kapcsolódó dolgot úgy kezded el kihasználni, hogy másokat szolgálj vele. Mi a probléma? Oké, de mi azt tanuljuk, hogy hogy váltunk minőséget. Tehát így van. Tehát itt egy nagy különbség van, mondja Rav, hogy képes legyél ilyen módon működni. Tehát hogyan tudod te elérni Mosének a szintjét? Mosének a szintjét. Tehát mindenkinek vágynia kell erre. Tehát neked szintről szintre követned kell ezt, de akkor látnod kell a változást. Tehát hogyha... Oké, de mi az a változás, amin keresztül megyünk? Tehát neked érezned kell, hogy te egy nagy bűnöző vagy. Ez a belsőnek megfelelően történik, az edénynek megfelelően. Tehát amilyen mértékben te képes vagy a teremtővel való ellentétességet megtapasztalni, tudsz eljutni. Na, folytassuk. Tehát, mivel a Jecira világa az a Nukvat Ezerampin szintjére kerül. Ez úgy tekinthető, hogy az Asszia világa, amely belőle lép ki, az az első négy szfirája lesz az Asziának, ez pedig a Bria világának a szintje. És ez azért van így, mert a Bedde Nukvat Ezerampin az kizárólag a Bria világa, a Bria világát hozza létre. Na nézzétek meg, mi az, amit mond. Mert a szinteknek megfelelően csomó dolog nem változik. Ez a szabály. Tehát a szintek egymáshoz való viszonyban változik. Tehát a Nukva önmagában kizárólag az első négy szférája az Acilutnak, és az alsó hat szférája pedig, az pedig az Olam Bria adja ki a Bria világát. Ezért csak az első négy szféra az Asszia világán belül van kiváló, tartozik a Bria világához, mivel ez az első négy szférája a Nukvának. Mégis az alsó hat az úgy tekinthető, hogy ők kiárasztottak a Nukva alsó hatjából, és ez egy olyan szinten jelenik meg, amit a Bria világának nevezünk. Tehát minden, ami a Bria világából árad ki, az úgy tekinthető, mint a Jecira világának a szintje, és ebből kifolyólag az alsó hat része az Asszia világának, az lezuhan az első hat részére, hat szvirájának a magasságáig, a Jecirának. Ez a hazete Jecirának a tokja. Nyilvánvalóan ezeket a világokat meg kell érteni. Ez a bűn előtti állapot. Oké, és ezért teljes mértékben elmagyaráztuk a szükségszerűségét azoknak az a világnak, hogy, és az ő szintjeiknek, és ez mind annak úgy történik, hogy ezt Ari elmagyarázza a számunkra, mert gyakorlatilag a Nukván belül semmilyen kiválogatás nem lehetséges, ami meg nem szerzi a Nesamát a saját parasztusfiában, és ezért neki rá kell öltözni ehhez az imára. Mivel a Nukva az ima szintjén áll, ezért az összes állapot, amiről Ari írt, annak így kell lennie kiválogatva. Rav. Tehát ez mindig ugyanak a sorrendnek fel, meg itt semmi új nincs. Tehát ez pontosan mindig ugyanaz, amiről beszél, hogy újra és újra ugyanabban a állapotban vagyunk. Ezért, amikor a Bria világait nézzük, azok a Nukva de Acilutból áramlik ki.
Nem csak a bria áramlik ki, nem a nukvából áramlik ki, hanem a briából, a binából, és ezért az asszia világa a jecirából áramlik ki, ami pedig a nukvadacilut szintjéről származik, és az asszia világa pedig a nukvadacilutból származik. Ach, állapotában a nukvával. Tehát mindig a nukvadacilut adja az alsó szintnek a születését, a bria jecirásziát is. A Nukva de Acilut az, mondjuk akkor ezt így magyarom, minden alul a Magu de Acilut alatt, az mind egyetlen pontból áramlik ki. Megint megállt az internet. Ez hasonló, ahogy a csirke próbál megfelelni a saját repülési vágyának, hogy így működik ez. Tehát ez egy fészek, ugye, mintha fészkén ülnének. Az új, a születő világ mindig a régi világot használja fészeknek, igen. Hogyha mindezek az imának az anyaméből vannak kiemelve, akkor nyilván ezek a vak állapotból emelkednek ki mindig. Tehát ez mindig vak. Akkor már tékonik, igen. Tehát itt egy kicsiny hozzáadás van. Tehát ott hátul valaki kérdezni akar még. Gyerünk, mikrofont. Kérdezitek valamit a workshopról? Na jó, kérdez. Itt van egy kifejeződés. Tehát, hogy van egy kifejezés, nem értettem. Tehát, amikor megválasztják a pápát Rómában, addig nem hagyhatják el a termet, amíg egyetlen értenek abban, ki lesz az új pápa. Nyilvánvalóan, ami ki nem választják, és egyetem értenek abban, hogy ki az új főnök. Oké, minden kérdés, amit ön adott, pont azt az érzést mondja, hogy nekünk valóban össze kell kapcsolódnunk, és érteznünk kell, hogy a kérdése mi a válasz. És minden kérdés, amit én éreztem, mindig azt érzem, hogy ebből hiányzott valami. Lehet, hogy csak a technika probléma volt. Tehát, hogy... És ezért a költ egy-egy kör a kérdésekben, valóban állandóan éreznünk kellett, hogy mi történik. Tehát nekünk érezni kellett, hogy valami hiányzik, amit nekünk kell hozzátenni. És minden alkalommal egy nagyon nehéz kérdés jelent nekem, nagyon nehéz kérdések, és akkor megvolt az a érzésünk, hogy nélkül nem történt semmi. Tehát mindenek előtt mondjam, hogy először is mi az, ami miatt sikeresek vagyunk egymás között. Tehát minden alkalommal egyre jobban szóvá tesz engem, ha ezt nem sikerül elérnünk. Tehát én tudom. Tehát, hogy... Én azért adok nektek workshop feladatot, hogy el tudjátok kezdeni a kérdésre megfelelően körbejárni, hogy valóban elérjétek együtt a kölcsönös választ, hogy egyetlen kapcsolatban legyetek lenullázódásban, és valóban mindenki lenullázódjon, hogy valóban egy cselekedet tudjatok tenni, hogy kölcsönös vágy irányába, hogy amire csak lehetséges, képesek legyetek kilépni önmagatokból, a saját vágyatokból, és képesek legyetek integrálódni, hogy valóban megszerezzétek a saját lelkének a szintjét, és hogy ez így szerezzétek meg a magasságát annak a szintnek, amit el akartok élni. Tehát én, amire csak lehetséges, szeretném megadni nektek a lehetőséget, hogy integrálódjatok, és ebbe az integrációból kapcsolatban legyetek egymással, és ebben megtaláljátok a választ. Tehát valóban ennél sokkal többet nem hiszem, hogy most ki lehet tűzni célnak.
Tehát valóban annak érdekében, hogy megfelelő válaszokat adok magatoknak, ez fontos. Milyen fajta válasz kell? Hiszen a válasz a kapcsolatban rejlik, tehát nektek le kell nullázódni annak érdekében, hogy valóban elfogadjatok másokat, és hogy ezek a dolgok szinte nem is léteznek azon a fajta módon, hogy, ahogy valóban úgy használjátok őket. Tehát nektek el kell érni egy környezetet. Tehát nyilván van 30 másodpercetek, ennyi időtök van, hogy összekapcsolódjatok egymással. És annak megfelelően nyitottok el, amit a tanár javasolt nektek. Tehát hogy tudjátok magatokat kalibrálni? Az első kalibráció nyilvánvalóan az olyan, mint a zenészek csinálnak. Tehát összehangolódnak, és akkor utána együtt kezdenek el zenélni. Nyilván még ezt nem értük el, még nem értük el ezt az egy összhangzattan, mert még a kapcsolatnak egy más szintjére kell emelkedni. Oké, na de mi látjuk, hogy együtt beszélünk erről. Lehet, hogy 3-4 kör kell, és még az sem baj, ha egy fél órát töltünk egy kérdéssel. Tehát ez nem ilyen egyszerű, tehát van, aki már 30 másodpercet sem tud elviselni. Tehát ez a mértékben értékben lehetséges, ellenőrizzétek el. Na holnap, majd másképp fogjuk csinálni, nem van. Amíg nem találjuk meg a végeredményt. Oké, mondja rá. Tehát mi az 57-es pontban vagyunk, a Bria világainak leírásában, egy olyan helyem, ami az Erempinda Acilut, minden 10 fíra, a Nukve de Acilut, az nyilván a pillanatnyi helyen van, az Abaveim de Acilut helyén, és a világok folyamatosan az Abaveim de Acilutból ereszkednek lefele, a legmagasabb szintről, az Ein Sofból, a pillanatnyi helyükre, és ezt itt nem kell tovább jobban megmagyarázni. Tehát az Erempina az Abaveim és a Nukva helyett, a Nukva Bina helyett, és ezen a módon az összes világ az így emelkedik föl. 58-as pont, itt van egy kérdés, ahogy azt már tanultuk, hogy az alacsonyabb szinteken, a teljes acélukban, az magasabb szinten van, mint bármi, ami ez alatt van, tehát az acél világában. Ez világos, hát minden szint az alattal lévő szintet magába foglalja. Tehát ő adott neki életet, ezért odaadja a fényt tulajdonképpen nekik. Tehát magától értetődő, hogy minden bele van foglaltatva ebben a szintbe, ebben a pontba, mivel ez egyfajta szint, amely az egész létrát átfogja, és akkor számításokat végzünk ezen a szinten, és akkor nyilván átadja a fényt a szint hátsó részének, tehát ilyen módon bele van foglaltatva az összes alattévő szintbe, számol velük, átadja ezeket az erő, ezeket a képeket, és akkor megjelenik az orrhoz erő és a szűrő, és akkor ilyen módon életet ad, és itt egy több millió szorosa az erőnek, ami megjelenik. Tehát minden alatt a lévő szintnek több ezerszeres erejét belefoglaltatja magába ez a szint. Oké, ez hasonló, mondja rá. Egy másik szint van, ami az Aszél világáig leér. És az alsó szintje a Briának, ez nagyobb, mint bármely más, ami alatta van, egy Cirában és az Asziában. És ez így van, akkor valószínűleg a kérdés is felemelkedik, hogy hogyan lehetséges, hogy a Jecira világa, annak csak az első négy része az, amely Nukve de Acilutos tartozik, onnan árad ki, és az összes többi része, tehát a hat szférája a Jecirának, az mindig azon a helyen marad, amely a Bria alatt van. Tehát van a hat szférája a Jecirának, amely a Bria világának a szférája, és ez is azt is jelenti, hogy a világok az alsó szintről áramlanak ki, a Nukva de Acilutból, amely... Tehát miért van az, hogy a felső szint, ez erőteljesebb, mint bármely más. Tehát hogyan lehetséges az, hogy a Malchut de Acilut egyetlen szférája,
az a párca fölött, az nagyobb, mint minden más. Tehát a klipákban, tehát minden együtt is. Tehát ilyen módon minden, az egyetlen Malchut szféra felett van. Tehát miért mond egyik a másiknak ellent? Tehát a négy szféra.